tavalyi évben a kormány valódi oktatási reform helyett hosszabb tanévvel ajándékozta meg a diákságot, amely gyakorlat idén esik át a tűzkerességen, de számos problémát jeleztek már az érintettek nekünk, amelyek egy átgondolatlan döntésről árulkodnak. Idén az utolsó tanítási nap, június 21-e, ami már bőven beleesik a középiskolákban a szóbeli érettségi időszakába. A kormány döntésének értelmében a középiskoláknak párhuzamosan kellene lebonyolítania az érettségit, valamint a tanítást, amely a gyakorlatban lehetetlen. Az egyre súlyosbodó tanárhiány persze erre rátesz egy lapáttal. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint csak az elmúlt pár év alatt több ezer pedagógus hagyta ott, vagy ment nyugdíjba a tanári pályáról, de még ennél is ijesztőbb az az adat, mely szerint az általános iskolákban mindössze 6,7% a 30 év alatti pedagógusok aránya. A középiskolák természetesen a gyakorlatban nem tudják teljesíteni ezt a kormány által átgondolatlanul meghozott szabályozást, kiskapukat keresnek az oktatási intézmények, de a probléma orvoslását a kormánynak azon belül is egy önálló oktatási minisztériumnak kellene megoldania, amellyel évek óta adós a Fidesz a diákoknak és a tanároknak. A Mi Hazánk ifjai írásbeli kérdéssel fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy hogyan képzeli el ilyen körülmények mellett a hosszabb tanévet, valamint kérjük a kormányt, hogy lássa be, ez a döntésük megvalósíthatatlan és életszerűtlen. Engedjék el a diákokat június 14-én nyári szünetre, és ne terheljék továbbra is túl a pedagógusokat ebben az időszakban.